Egy férfi kalandot keres, a nő pedig egy társa. Egy nőnek fontos a biztonság, így amikor párt választ, többnyire ezt körültekintően teszi. Először jönnek a külsőségek, mint a stílus, az ápoltság, a cipő, egy presztízsóra a férfi kezén, ami ugyan egy apró, de fontos részlet a sok közül, melyből összeállhat a kép. Ezekből dönti el, hogy számára az a férfi érdekes vagy sem. Egy presztízsórának nagyon összetett az üzenete. Először is az, hogy amit csinál a férfi, azt jól csinálja, hiszen megengedhet magának akár egy több milliós órát is. A másik, hogy igényes, nagyvonalú magával és a környezetével szemben, és a pénzét nem sajnálja elkölteni akár később leendő gyermekeire és családjára. Feltételez egy minőségi színvonalas életet, jó iskolákat a gyerekeknek, meleg otthont, utazásokat, boldog, gondtalan éveket. Egy induló kapcsolatnál mindkét oldalon döntőek az első benyomások, amit persze további szempontok követnek, mint az intelligencia, megbízhatóság, szorgalom, kitartás, odafigyelés. De lássuk be, a hölgyeknek sincs könnyű dolga velünk, mert mi is el vagyunk látva rendesen, különféle elvárásokkal, a gyengébbik nemmel szemben. De térjünk vissza a hölgyekhez, mi is mozgatja őket? A szenvedély. Amikor valaki képes valamit odaadással és áldozatok árán rajongással csinálni. A nők szeretik, amikor egy férfi szenvedélyesen dolgozik egy célért, és azt is, amikor erről szenvedélyesen mesél. Ahogy egy stílusos presztízsóra kiválasztásához is idő, szenvedély, tájékozottság kell. A megbízhatóság. A férfi, aki betartja a szavát, megbízható, pontos, az élet minden területén, mint egy svájci óra. Egy jól kiválasztott luxusóra önbizalmat ad viselőjének. Megmutatja a világnak, hogy ő nem egy átlagos ember. Az önbizalom és az alázat párosa szintén nagyon fontos a hölgyeknek. Főleg amikor egy férfi tisztában van a saját értékével és erejével, viszont ezzel nem él vissza, hanem tiszteli a nála gyengébbet és erősebbet egyaránt. Fontos az önazonosság az óránk is köztünk, hiszen ez az óra egy üzenet rólunk a külvilág felé. Egy ilyen óra utalhat még a nagyvonalúságra is. Az étteremben, a bárban a férfi fizet, és eszébe sem jut felezni a költségeket. Büszkén veszi át a vezető szerepet, és örömmel gondoskodik a nőről. Ettől nem csak ő látszik erősnek, de a nő is biztonságban érzi magát. És végül egy stílusos drága óra mellé nagyon fontos a humor, de a kedves humor. Nem az, ami lehúz másokat, hanem az, ami inkább ércelődik önmagán, mint másokon. Az előbb elmondottak nem mindegyike kapcsolódik szorosan a presztízsórákhoz, de a végén összeérnek a szálak és megdobogtatják a hölgyek szívét. Írd meg nekünk kommentben, te mit gondolsz a hallottakról?